you know a lot of things. Sok mindent lehet tudni Onkalóról, de nehéz elképzelni, milyen ott lenni. Ezért először belépni meglehetősen izgalmas, mondja az Euronews kalauza. Bár az egész csak egy alagút, lehet tudni, miért ásták ki. Ezért ez egy érdekes hely. Az Onkaló alagútban fogják tárolni a finnországi nukleáris hulladékot az elkövetkező évezredekben. Finnország energiafogyasztásának 30%-át atomerőművek fedezik, amilyen ez itt. Egy újat is épít a Rosszatom, ugyanaz az orosz cég, amely PAS 2-t is. Ez az erőmű a világ egyik legnagyobbja lesz. Úgy gondolom, jobb a használt fűtőanyagot az alapkőzetbe helyezni, 450 méterrel lejjebb, mint ahol most ideiglenes tárolókban van, mondja a Poziva cég szóvivője. A világban mindenütt hosszú távú megoldást keresnek a nukleáris hulladék problémájára. A finnek azt találták ki, hogy ásnak egy lukat 450 méter mélyre, és oda rakják. Hány méter mély ez? Százharmincöt. Az elhasznált fűtőanyagot bentonit agyaggal izolálják a tárolókban, magyarázza ez a mérnök. Aztán az egész alagutat megtöltik bentonit agyaggal. Azután körülbelül ott, ahol a kazetta van az alagútban, oda építenek egy óriási, megerősített betonból készült kockát. És e fölött még ott lesz a 420 méternyi tömör szikla. 420 meters hard rock above it. Az alapkőzetben minden változás lassú és kiszámítható. A tartályok idelent védettek egy sereg olyan eseménytől, amitől a felszínen nem. Ebben a bemutató alagútban azt vizsgálják, hogyan hat majd a finn sziklára a magas hőmérséklet, amit az elhasznált fűtőanyag bocsát ki. Geológusként meg kell bíznom a finn alapkőzetben, amely több ezer millió éves, folytatja a mérnök. Gyakran kell elmondanom az embereknek, hogy a sugárzás meglehetősen gyorsan csökken. Sokan úgy gondolják, hogy ez egy időzített bomba, hogy több millió éven keresztül fennmarad. Muszáj elrejteni valahova, mondja a Poziva cég szóvivője. Négy-ötszáz év alatt már olyan gyenge a sugárzás, hogy odarakhatod ezt a cuccot a nappali sarkába, és a sugárzás nem igen haladja meg a természetes szintet. Persze, amíg teljesen megszűnik a sugárzás, az hosszú idő, mert mindig éppen a felére csökken, de ezután már nem beszélhetünk veszélyes anyagról.